keresünk egy szakembert, aki el tudjon mondanunk nekünk, hogy a meteorológia szempontjából milyen ez a mai nap. Egy igazi szakértővel találkoztunk itt. Január végéhez képest igazi téli időnk van, tehát olyan alkalmazkodik a naptárhoz most itt Zabar környékén az időjárás. Csodálatos reggelre ébredtünk, mert ilyen -2, -3 fokos hideg, köd nincs. Azt is mondhatnám, hogy ideális futóidő, hogyha nem ilyen extrém körülmények között futná a Zoli, hogy félmeztelenül mezítláb, de ez az időjárás szerintem arra mindenféleképpen kedvező, hogy fusson. Az, hogy ilyen havas a táj, ez mit jelent a hőmérséklet szempontjából? Ez extrém teljesítés, és hétköznapi ember semmiféleképpen ilyet meg nem tud csinálni rákészülés nélkül is. Zoli nyilván tudatosan, hosszú hónapok, évek munkájával ért el odáig, hogy most látszik a futásán, hogy teljesen kikapcsolt. Ő most nincs itt, ő egy külön világban él, és hát ez kell is neki, mert mezítláb a havon, nem a talpa alatt az összefüggő hótakoron, hanem ilyen jeges dolog, ropog, de ezt biztos nem érzi. Hát én azt gondolom, hogy kívánhatunk neki jó egészséget, sok sikert, és a meteorológia szempontjából pedig jó időt mindannyiunknak. Zolikám, hajrá, -2, -2, még mindig -2 fokkal! Érkezett az utolsó pillanat, itt a befutó, a félmaraton megvan. Szép volt, Zoli, szép volt, gyere, Zoli! Gratulálunk Zoltánnak, nagyon büszkék vagyunk rá. Másik pokolcot a lábára, most nézzük a lábát. Igen, hát vagy jó, most egyelőre takarjuk be. Van-e fájdalom? Nincs semmi. Zsuhácsák. Kesztyű. Rói, hozd a kesztyűt, légy szíves. Főleg a lábát kezdjük el beizolálni, és arra jön még akkor a... Jó? Jó, hogy... Persze. Most kezdve légy a lábúja. Ég? Nagyon jó. 17-nél ott 3 körül a vég előtt, ott... Elcsőd bennem egy mécses, hogy ott... De úgy volt egy vinges kísérleted, és nem... Ez a pa! Hogy kérdezzük meg a szakembert, mi a protokoll ilyenkor? Hogy az itteni távolságrekordját mezítlábon történő futással állította fel, pontosan teljesítette a félmaraton távolságot, 21,2 kilométert futott, fagypont alatt, frissítés nélkül, félmeztelenül, mezítláb, itt Zabaron, 1 óra és 41 perc alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy megdöbbentő emberi teljesítmény. Szívből gratulálunk, és ahogy elnézem Zoltánt, illetőleg az eltökéltségét, nagy valószínűséggel nagyon-nagyon sok ilyen extrém rekordkísérlet kapcsán is meg fogunk ismerkedni a nevével. Szívből gratulálunk neki! Nagyon szépen köszönjük a hitelesítést, és mindenféleképpen abban a reményben búcsúzunk el, találkozunk még egy másik ilyen eseményen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Szívből gratulálunk a rekordereknek.